A molekuláris gépek egyszerűsíthetetlen összetettsége komoly kihívás elé állítja a természetes szelekció elméletét. Darwin szerint még a nagyon összetett biológiai szerkezetek, például a szem, a fül vagy a szív is felépíthető fokozatosan, apró lépésenként. Ám ahogy az Darwin világossá tette, a természetes kiválasztódás csak akkor működhet, ha a véletlenszerű genetikai változások valamiféle előnyújtanak az élőlény számára a túlélésért vívott harcban. Amint arra már megpróbáltam rámutatni, nem kell azt feltételeznünk, hogy a változások mind egyszerre történnek, hogyha azok rendkívül aprók és fokozatosak. A természetes kiválasztódás a legkisebb változásokból építkezik. Kiveti magából azt, ami rossz, és összegzi azt, ami jó. De vajon képesek-e Darwin apró kedvező változásai létrehozni egy baktériumostort? Néhány tudós ezt megkérdőjelezi. Hogyan alakulhatott volna ki egy olyan újdonság, mint a baktériumostor motorja az összes alkatrészével együtt? Olyan baktériumokból, amelyek nem rendelkeztek ilyen rendszerrel. Hiszen Darwin elmélete szerint minden egyes változásnak valamiféle előnyt kellene biztosítania. Képzeljük el a következő forgatókönyvet a földtörténet állítólagos hajnalán. Egy fejlődő baktérium valahogy farkat növeszt, és azt valahogy a sejtfalhoz rögzíti. A teljes motor összeszerelése nélkül ez az újítás nem jelentett volna előnyt a sejt számára. A farok mozdulatlanul és haszontalanul csüngött volna, láthatatlanul a természetes szelekció számára, amely csak a túlélés segítő változásokat részesíti előnyben. A természetes kiválasztódás logikája nagyon szigorú. Amíg az ostor mechanikája nincs teljesen összeszerelve, addig a természetes kiválasztódás egyszerűen nem tudja megőrizni. Nem örökíthető át a következő generációnak. Fontos, hogy a természetes szelekció kizárólag az előnyösebb működés alapján válogat. A legtöbb esetben a természetes kiválasztódás inkább kiselejtezi azokat a dolgokat, amelyeknek nincs funkciójuk vagy károsak. Tehát, ha létrejönne egy olyan baktérium, amelynek van egy nyúlványa, de az nem tud ostorként működni, akkor a természetes kiválasztódás kiselejtezné. Az ostor fennmaradásáról csak akkor lehet szó, ha az már működőképes. Ez pedig azt jelenti, hogy a motor minden alkatrészének már kezdetben ott kell lennie. A természetes szelekció tehát nem tud létrehozni egy bakteriális ostort. Csak akkor léphet életbe, ha az ostor már kész van és működik. 1996-ban jelent meg Michael Behe, Darwin fekete doboza című könyve. Ebben amellett érvelt, hogy a természetes kiválasztódás nem képes megmagyarázni a baktériumostor és más egyszerűsíthetetlenül összetett biológiai rendszerek eredetét. Behe következtetése szerint rendszerek rendezett összetettsége sokkal inkább intelligens tervezésre utal.